eljöttem a tiltott területre. Szerintem ezt itt elfelejtették lezárni. Se baj. Ennek örülök. Itt volt annak idején egy őrtorony. És ott van a kis laktanyám. Ott voltam katona 27 évvel ezelőtt. Ott volt az ütiszoba. Ott volt a parancsnoki épület. Legénységi épület, körletek. Ez volt az étkezde. Ez pedig a gépkocsizók. Hát lejöttem ide a kerítéshez. Innen akár le is lehetne menni. Ezt elfelejtették lezárni. Átjöttem a kerítés vonalán. Jó, szuper. És már kívül vagyok. Ott volt az alaki pálya. Ott nyomtuk a jobbrát, balrátot. És az egész területet nekünk kellett kaszálni. Ez volt a hegy, úgy neveztük. Hát valójában csak egy kisebb domb, de naponta többször megtettük ezt. Lentről, a legénységi épületből, ide föl. Kis falépcső vezetett föl. Nem tudom, hogy maradtak-e a nyomai, valahol itt kéne, hogy legyen.
és itt volt egy kis kapu, amit mindig zárni kellett lakattal, és föntről a kapu ügyeletesnek kellett ide jönnie kinyitni, hogyha jött valaki föl a laktanyából. Hát itt volt, ez volt, ez talán. Talán ez volt a fölfele vezetősvény. Aha, itt van a följáró, ez volt az. Itt volt a kis kapu. És itt a lépcső. Kis fa lépcső, megvan. Ezzel jöttünk fel onnan. Itt a kapu is. Akkor még nem ilyen kapu volt. De itt vannak a fa lépcső maradványai. Vezet arra lefelé. Nem is tudom, lemenjek. Hát most megpróbálom. Ez tiltott terület már tényleg abszolút. De hát egyszer nosztalgiázik az ember, igaz? Itt jöttünk fel minden nap, naponta többször. És itt készült egy közös kép, itt ahogy ültünk unott arccal a kapu előtt. Így valahogy ez volt az a pozíció. Ez már teljes illegalitásba vonultam már tényleg, de nem tudom, hogy lemenjek-e. Igen, sok katona kihurcol engem innen. Akkoriban még nem volt ilyen dzsumbolyos, tiszta ilyen őserdei körülmények vannak.
lépcsőfok. Tényleg a látogató előtt nem akarok rossz példát mutatni.